Idén ünnepli 800. születésnapját a délvidéki Zenta városa. A településről az első írásos emlék még II. András király idejéről, 1216-ból származik. Zenta 800 éves történelme hihetetlenül színes, voltak itt csaták, dicsőséges időszakok és véres megtorlások. Egy dolog viszont állandó, Zenta magyar, hisz a város közel 80%-a még most is magyar nemzetiségű. Úgy érzem, jelen pillanatban Zenta egyik meghatározó település a délvidéken, vagy a fő meghatározó település a délvidéken a magyarságnak, a magyarság kultúrájának a megmaradásának. Hát ebbe fektetünk sok energiát, hogy ez meg is maradjon. Az emberek többségének elsőre a zentei csata jut eszébe a városról, nem véletlenül. A török hódoltság idején a magyarországi területek visszafoglalásának egyik legnagyobb és legvéresebb csatája volt ez, amelyet Savoyai Jenő vezetett sikeresen a törökök ellen. A csata hatalmas jelentőségű volt, hiszen ezután a török szultán félbeszakította hadjáratát és visszatért Isztambulba. A csata emlékére a városháza kupolájában egy emlékkilátót hoztak létre a zentaiak. Nem szabad elfelejteni, hogy a zentai csata sorsfordító volt a nagy csaták sorában, és a délvidéken, illetve ebben a mikrorégióban az egyik legjelentősebb csata volt. A kilátóból ellátni a Tiszáig, ahol egykor a harcok folytak. A folyó partján egy emlékmű is áll, amely a hősök dicsőségét őrzi. De nem ez az egyetlen meghatározó történelmi esemény Zenta múltjában. Az 1848-49-es szabadságharc idején a Magyarországot hátba támadó szerb felkelők elképesztő vérengzést hajtottak végre a településen. A szerbek több mint 2000 magyart mészároltak le, és a levágott fejekből gúlát építettek. A szabadságharc történetében az egy helyen, egy időben a legtöbb áldozatot a Zenta város adja a szabadságharcnak. Tehát egy időben, egy helyen ennyi ember nem esik el, ilyen kis idő alatt egyetlen csatába se, bárhol az országba, mint Zentán 49. február elején. A szomorú és véres múlt után térjünk vissza a jelenbe. Zentán több magyar nyelvű iskola is működik, a Kárpát Express stábja a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumot látogatta meg. A Bolyai, ahogy a diákok hívják, hatalmas lehetőséget nyújt a délvidéki fiatalságnak, hiszen a matematikában és a képzőművészetekben kiemelkedő diákok a szülőföldjükön sajátíthatják el a továbbtanuláshoz szükséges tudást. Azért tört be nagyon fontos szerepet a vajdasági magyarság életében, mert a különböző iskolarendszerek változásával egy bizonyos idő után elhaltak a vajdaságban a tehetséggondozó magyar nyelvű gimnáziumok. Bekapcsolunk egyet. Ezért fontos, hogy tudatosítsák bennünk azt, hogy mi igenis magyarok vagyunk, attól függetlenül, hogy nem élhetünk Magyarországon. Az olvasás a magyar nyelv megmaradásának egyik legfontosabb eszköze. Ezt az elvet vallja Zenta város könyvtárosa. Juhász Lassú Kornélia a könyvtárba látogató gyerekeket az irodalom szeretetére neveli. Nekünk könyvtárosoknak fő célunk az olvasóvá való nevelés, és úgy gondoljuk, hogy ezt a munkát a gyermekeknél már egész pici korban el kell kezdeni. Ének szóval várták stábunkat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben. A 2005-ben létrehozott intézmény célja, hogy a délvidéki magyarság értékeit megóvja és tovább éltesse a jövőben. Itt foglalkoznak könyvkiadással, archív napilapok digitalizációjával, népművészettel és még színjátszó csoportjuk is van. Olyan értékeket gyűjtünk be és tárolunk és teszünk elérhetővé, ami a vajdasági magyar eszenciája, tehát ami a hordozója a vajdasági magyarságnak. Zenta egy olyan nagymúltú város a délvidéknek, amelynek magyarsága bár sokat szenvedett a történelem során, erős, kitartó és élni akar. Rövidesen Marosvásárhelyre utazunk, ahol a hatalom ismét egy magyar intézmény ellen fordult. A székelyek válaszul az utcára vonultak.